Ebben a videóban a HTML kódban egy olyan utasítást fogunk használni, amelyik egy képet jelenít meg a weboldalon, vagyis arra kényszeríti a böngészőt, hogy egy képet jelenítsen meg a weboldalon. Azt látjátok, hogy én oda készítettem már egy forrás mappát. A forrás mappát az azért hívom forrás mappának, mert ezt később, majd amikor publikálom ezt a fantasztikus weboldalt, nem fogom feltölteni a szerverre. Ide gyűjtöm azokat a szövegforrásokat, képforrásokat, amelyeket majd később össze fogok állítani, fel fogok használni a valódi weboldalamon. Ugyanis a MyProfil könyvtárban én most egy új könyvtárat fogok létrehozni, és azt a nevet fogom adni neki, hogy image vagy képek, csak ékezet nélkül használ. És ebbe a image könyvtárba én a három darab kép közül, egyébként szerintem a Visual Studio Code meg is tudja mutatni a képeket, amiket használni akarok vagy szeretnék, és azt látod, hogy fotóztam egyet, kivágtam belőle egy darabot, elforgattam, és utána össze is nyomtam kicsire, mert ez fontos, hogy a képet alapértelmezetten a weboldalon igyekezzünk akkora méretben megjeleníteni és tárolni, mint amennyiben meg is fogjuk jeleníteni. Némi változás, néhány százaléknyi csökkentés lehetséges, de egyébként összességében ne legyen az, hogy egy 3 megás képet ilyen bélyegkép formában jelenítünk meg a weboldalon. Ezek közül tehát ezt a picit akarom megjeleníteni a weboldalon, tehát megfogom egyszerűen balegérgombbal és áthúzom ide. Azt mondja, hogy tényleg? Igen, move. Tehát mozgatni akarom, legyen itt. És innentől fogva az index HTML állományomat fogom arra kényszeríteni, ide fogok beírni egy utasítást, amelyik megjeleníti a képet. Rögtön a legelejére, hogy ne legyen ebből semmi gond, azt mondom, hogy image, ez az utasítás, és ami fontos, és eddig nem volt, az az, hogy az image önmagában nem tud beilleszteni semmit az ég egyadta világon. Meg kell mondani egy úgynevezett SRC tulajdonsággal, és annak a megváltoztatásával, hogy hol van az a kép, és hogy mi a neve, mi a kiterjesztése. Tehát útvonal, állománynév, kiterjesztés. Ezt mind meg kell mondani. Például azt tudnám mondani, hogy jobb egérgombbal itt rákattintok, és azt mondom, hogy copy relative path. És ide a két idézőjel közé Ctrl-V-vel beillesztem. Jó is lenne, de ez nem egészen használható, ugyanis nem ez a relatív állomány, mert az indexhez képest kell nekem a relatív helyzete, tehát hogy ehhez képest hol van. Az ehhez képest hol van, az ott van, hogy be kell lépni egy image könyvtáron, és ott találja ezt az önarckép V1 kicsi nevezetű állományt. Tehát a MyProfil könyvtárt letörlöm az elejéről, és innentől fogja tudni, hogy az index állomány helyéhez képest be kell lépnie egy image könyvtárba, és ott találja meg az adott képet. Na nézzük meg, hogy hogy néz ki, frissítsünk rá, és voilà, ott van a kép, méghozzá a legelejére beszúrva, úgy, ahogy. Hát egyelőre jó ez nekem, miért lett olyan pici a Holló Tamás, mindjárt megnézem. Hát azért, mert hibáztam, látjátok? Elindítottam, megnyitottam az utasítást, de nem zártam le. Ez is egy hiba, és az legutolsó lezárásig ő azt gondolta, hogy ez az egész egyben van, és nem tudta értelmezni a H1-et, a lezáró H1-et, és ezért azokat nem is hajtotta végre, úgy gondolta, hogy az image-nek itt van a lezárója, itt van a lezárója, mert itt van a kurzus, vége, készen vagyok, lezártam az utasítást. Az image-nek szintén nincs lezáró utasítása. Nézzük meg most, hogy néz ki. Frissítés. Voilà. Már is a H1-et is értelmezni tudta. Ott van a kép, be van szúrva, méghozzá az adott hely. Egyelőre ennyi a kép beszúrás. A későbbiekben egy csomó dolgot hozzá fogunk még tenni. Egyetlen dolgot még, amit érdemes megtennünk, az az, hogy esetleg magyarázó szöveget illesztünk a kép mögé.
elkezdem írni az utasításon belül azt, hogy alt, ő oda tesz egy egyenlőségjelet és egy dupla idézőjelet, tehát segít nekem szerkeszteni, mindig ez a tulajdonság megváltoztatásának. És ide beírom, hogy Holló Tamás, önarckép. Ez a szöveg akkor jelenik meg, amikor kép nem áll rendelkezésre, vagy valaki úgy állította be a böngészőjét, ne jelenjenek meg a képek. Ekkor a helyére ez a szöveg kerül, hogy mi lenne itt a kép.